És persze, hát az influenzával kapcsolatos influenza vírusok azok mindig mutálódtak, most milyen jó hangzik, hogyha nem azt mondják, hogy influenza, nem azt mondják, hogy Covid, vagy azt mondják, hogy koronavírus. Hát. És akkor az emberek meg tele van a gatyája ettől, érted? És azt csinálnak az emberekkel ezáltal, hogy félnek, amit akarnak. Na most ugye ez a kérdés, hogy milyen okból. Mert ugye én régen, évtizedek óta mondom, hogy ez úgy fog működni, hogy sajnos sok ember csak akkor ébred föl, amikor már nagy bajban van. Tehát ezt úgy szoktam szimbolizálni, hogy amikor beleesik az ember a gödörbe, akkor két választása van. Vagy kimászik a gödörből, de abból nem tud kimászni csak segítséggel, hát vagy elássa saját magát, magyarul meghal a gödörbe. Érted? Éppen ugye, hogy voltunk vidéken, nagyon, tehát mondták, hogy azon a környéken nagyon sok öngyilkos lett már ebben az elmúlt időszakban. Tehát sokkal lesznek öngyilkosok. Az azt jelenti, hogy nem mászott ki a gödörből, hanem belehalt. Érted? Nem fogadott el segítséget. Hát mi a segítség? A tudás. Érted? Mindig a segítség a tudás. Na most ez a kérdés, hogy vajon ez a fajta mód, hogy az emberek választás elé kerüljenek, hogy belehalnak, vagy a tudás, mert nincs más választás, nincs harmadik út. Tehát az a választás, hogy vagy belehalnak ebbe a élethelyzetbe, ami alakul a világban, vagy tudás. Most ez a kérdés, hogy emiatt ugye lehet simán úgy értékelni, hogy ez fentről jött. Mert gondold végig, ha most azt mondanánk, hogy bevinni az embereket egy olyan társadalmi formába, ami etikus. Ami itt a bolygón van, emberiséget fogni és bevinni egy etikus társadalmi formába. Tudod, mit lehet erre mondani? Hogy mai formában ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Mert olyan alacsony szintű tudással rendelkeznek az emberek, főleg az etika kérdésében, hogy az félelmetes. Tehát lehetetlen. Tehát ami azt jelenti, hogyha most ezt a bolygón lévő emberiséget kellene aranykorba bevinni, az aranykor az azt jelenti, hogy a szeretet, béke, boldogság kora, ahol az emberek képesek az élethelyzetekét helyesen kezelni, ezáltal nem hoznak létre újabb és újabb problémákat, ha netántán jön egy probléma, akkor meg tudják oldani, stb. 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 Célokat tudnak kitűzni, célokat meg tudnak valósítani, etikusan működnek, szeretik egymást, képesek feltétel nélküli együttműködésre. Érted? Most gondold végig, már ez az aranykor, most gondold végig, hogyha be kellene vinni az embereket most egy ilyen társadalmi formába, akkor azt mondanám, hogy nem történne semmi. Ugyanúgy menne tovább az élet, mint eddig ment. Érted? Tehát semmi nem lenne. Semmilyen változás, úgy értve. Mármint pozitív. Tehát ugyanaz lenne minden. Magyarul mi történt az elmúlt, mióta én az eszemet tudom, nem tudatosodott az átlag, tehát az átlag tudatosodási szint az lejjebb ment, nem följebb. Tehát most az emberek sokkal rosszabbul kezelik az élethelyzetüket, mint ezelőtt mondjuk 30 évvel. Átlagosan. Érted? Tehát azt lehet mondani, hogy sokkal boldogabbak voltak az emberek 30 évvel ezelőtt társadalmi szinten, mint most. Érted? Tehát magyarul jobban kezelték az élethelyzeteiket régebben, sokkal, és ahogy így jövünk, jönnek a generációk, azt lehet látni, hogy egyre kevésbé kezelik jól az élethelyzeteiket a generációk.